azt fölhozni, vagy hogy bármilyen összefüggésbe hozni, például engem a szankciókkal, az ukrán háborúval, Gyurcsánnyal. Ki szokta ezeket fölhozni itt a közgyűlésen, képviselő úr? Személyesen ki. Ez annyira nevetséges, mint amikor pont önre osztották ki a szánalmas Balekra, hogy fölálljon és támadjon engem, hogy az önkormányzatnál már csak olyan ember dolgozik, aki az én kritikátlan kiszolgáló, miközben akkor még éppen az ön felesége is itt dolgozott. Ki volt az a zseni? Göbel Vilmos. Ki volt, aki kitalálta, hogy éppen az a Cseri Tamás tiltakozzon az ellen, hogy itt már csak a kritikátlan kiszolgálóim dolgozhatnak, akinek a felesége még itt dolgozott? Ki volt az az idióta? Jó, tehát miért pont önre osztják ezt le? Miért önnek kell idehozni állandóan országos politikai kérdéseket? Miért önnek kell a legszánalmasabb, legnevetségesebb hazugságokkal támadni, meg rágalmazni itt bennünket? Megvan ez fizetve, képviselő? Tényleg? Megéri itt állandóan ilyen témákat? Ön hozza ide ezeket a témákat minden alkalommal. Önnek van kiosztva. Nézzen szét! Itt ülnek öten fideszes képviselők. Nem mondhatják, hogy semmi közük a Fideszhez. Én nekem miközön van Gyurcsányhoz? Miközön van a kommunista párthoz? Lázár János itt liberálishoz, meg kommunistázza a Betlen tanári karát. Miközünk van hozzá? Önök hozzák ezeket a hazugrágalmakat ide állandóan, és ön kikéri magának, hogy önnek nincs köze a Fideszhez. Hát kinek a frakciójában jó napot kívánok? Semmi köze ahhoz, hogy mit csinál a Fidesz? Hát elnézést kérek, én szégyelném a maguk helyébe. Ennek a pártnak a tagja igenis köze van hozzá. Ennek a pártjának a listáján jutott be ide, igenis köze van hozzá. És minden egyes közgyűlésünkön éppen ön az, pont, nem a másik négy, valamiért mindig ön az, akire az országos politikai ügyek idehozatalát ráosztják. És most önre osztották azt, hogy ez ellen tiltakozzon. Jó, tessék végignézni az előző közgyűléseket. Ki hozta ide az országos politikát? Minden alkalom, a kivétel nélkül, pont ön. Jó, tessék szólni a rendező úrnak, Göbel Vilmosnak, Lázár Jánosnak, tessék szólni, hogy én ezt nem vállalom. Nem akarom többé az országos politikai ügyeket fölhátnyolgatni a Vásárhelyi közgyűlésben. Ezt terje meg gerincesen, és akkor nem fogunk majd azokról beszélni, amiket ön hoz ide. Viszonylag egyszerű. Tessék egyszer kiállni. Jó? Mondom, Benkő Zsolt a szociális ügyekért szokott felszólalni, meg Lázár Jánosért, ő láthatóan a helyi témákat, meg mezőgazdaság, de az országos ügyeket szinte mindig pont Cseri Tamás hozza ide. Nem kötelező.